A következőkben pedig, ha már kísérletekben csapongunk, akkor legyen ez is egy forró kísérlet. A kísérlet főszereplője egy transformátor. Ez a transformátor valamikor egy mikrohullámú sütőnek volt a transformátora, amikor tönkrement a vizsgálatok során az derült ki, hogy zárlatos lett a nagy feszültségű rész. Ez a nagy feszültségű rész itt fölül volt. Én ezt fűrészsel addig dolgoztam rajta, amíg onnan eltávolítottam, és tettem bele összesen 3 menetet. Ez azt jelenti, hogy ebből a vastag drótból 1, 2, 3 menetet hoztam, és a 2 vége van ide kitéve. Ó, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. No, hát akkor nézzük meg, hogy mire fogjuk használni ezt a transformátort. Hát igazából én vasolvasztásra fogom most megmutatni, hogy hogyan lehet használni. Itt van egy vas drót, és ez a drót lesz a főszereplője továbbiakban a kísérleteinknek. És azért, hogy ne kelljen nagyon sokat, hogy is mondjam, kockáztatni, ezért aztán igyekszem úgy beállítani a kísérletet, hogy amennyire lehet, ne gyújtson föl semmit itt a környezetben. Ugye tudjuk, hogy a vas megolvasztása az 1536 Celsius fokra van szükség, de gyanítom, hogy ezt mindenki tudja, hogy ez egy válfa, mégpedig acéldrótból, és akkor ezt a válfát, ezt az acéldrótos válfát szépen ide fogom szorítani ezekhez a sarukhoz, itt az egyik, és itt a másik. Ugye világosan látszik, hogy egy olyan áthidalást fogunk csinálni, ami normál esetben rövidzárásnak felelne meg. Tehát szerintem ezt mindenki jól fogja látni, hogy megszorítjuk. És akkor nekem semmi más tennivaló nincs, mint az, hogy áram alá helyezzem. Hogy mindenki jól láthassa, akkor ezt ide fölhajtom. És akkor ugye két dolog lehetséges, hogy valahol ugye a két pont között a drót az meg fog olvadni. És akkor föl lehet tenni a kérdés, hogy vajon ez a kör fog megolvadni, vagy itt a kettő között előre, és hogy miért. Ugye, tehát, na de mondom, hogy mindenkinek meghagyom a lehetőséget, hogy végig gondolja. Amikor ez a végig gondolás megtörtént, akkor mondják, hogy igen, akkor kezdhetjük, akkor most bekapcsolom ezt a áramforrást, és szerintem mindenki nagyon jól látja, hogy ez elkezd melegedni, és rövid időn belül szépen el is fog égni, és el is fog csöppenni, csak egy egész keveset kell várni. Tehát amit láttak, az tulajdonképpen nem más, mint az elektromos áram, amikor egy vezetéken keresztül halad, akkor a vezetéken keresztül haladásnak ára van, és ez az ára az azt jelenti, hogy a sodródó elektronok, azok tulajdonképpen megmelegítik ezt a drótot. Én ilyenkor általában nem nagyon szoktam kapkodni, mert ahogyan a villamos szakmában nagy divat azt mondani, hogy az a drót, amelyiken áram van, meg amelyiken nincs áram, az éppen ugyanúgy néz ki, csak éppen más a fogása, ezt szokták mondani. Ugye én gépész ember vagyok, és én meg azt tanultam, hogy mielőtt egy ilyen vasat az ember megfog mondjuk egy ilyen vasműnek a területén, akkor érdemes előtte leköpni, hogyha serceg, akkor nem nyúlunk hozzá.